Sikeres tanévá a Kalocsai Művészeti Iskola előtt. A pedagógusok az órabeosztásokon dolgoztak, és tervek szerint ezen a héten meg is kapták a növendékek az órarendjüket. Nagyon nagy szeretettel várjuk a gyerekeket, és reméljük jönni is fognak. Ezt mindig hozzá kell tenni, a mi életünk egészen máshogy zajlik. Tehát túl azon, hogy ugyanúgy 24 órában tanítunk, tehát egy általános iskolai ruhát hordunk, viszont nem vagyunk kötelező beiskolázású intézmény, ezért mindig izgalmas a tanévkezdés. Tehát mindig vannak nem várt események, és már tovább nem bírom a számat sem összetartva tartani, mert most az a lehetőség van, hogy dúskálunk a növendék létszámmal. A növendékek jelentkezése az egy olyan eredményt hozott, ami eddig még sosem volt. Csak zenére 42 új növendék jelentkezett. A tanszakok tele vannak, így nem hirdett pótfelvételit az iskola. Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Ilyen még nem fordult elő. Tehát tulajdonképpen minden tanszak tele van, túlóráink lesznek, nincs hiány, és a néptáncosok még csak most mennek verbúválni. Hát nyilván ugye nálunk azért nagy a mozgás, tehát ez a plusz-minusz évközben is, ez a plusz-minusz 20-30 gyerek, ez egy ilyen megszokott történet. Az intézmény a tanítás mellett önként vállalt közművelődési feladatot is ellát, hiszen azok a programok, amelyeket megterveznek az év elején, azok szeptembertől júniusig a gerincét adják a zenei műsoroknak. A siker így az egész tanári karnak köszönhető. Mi nyíltan rendezzük a koncertjeinket, a szülői értekezleteinket, mindenféle bemutatókat, néptánc bemutatót, mindenki által látogatható, de természetesen ezek pedagógiai jellegűek. Most én úgy gondolom, hogy az egyik része ez. A másik pedig az, hogy konkrétan megcéloztunk a tavalyi évben egy iskolát, ez a Kertvárosi iskola volt, és Eperjes Gyuri barátommal nagyon sikeresnek mondhatjuk, hiszen ennek következtében lettek ezek az új jelentkező növendékek. Meglátjuk, hogy hányan gondolták valóban komolyan. Tehát várjuk őket. Ebben a tanévben a hagyományos programelemek mellett lesz újdonság is, amiről majd később tájékoztatjuk a Kalocsa TV nézőit.